Szeretettel köszöntök minden kedves vendégünket a Beton Galéria legújabb kiállításán. Remélem, hogy jól fogjátok magatokat érezni nálunk, és legközelebb is eljöttök hozzánk. Megkérem Kincses Kályát, hogy nyissa meg a kiállítást. Megkérnek, akkor megnyitom. Vagy a 27. vagy a 38. Balla-Demeter kiállítást nyitom meg, elfelejtettem, hogy mennyi, úgyhogy ha álmomból fölébresztenek, akkor is Balla-Demeterről beszélek. De most írtam egy kicsit mást, az a címe, hogy Balla-Der. A Pályi utca 77-ben lakik egy öreg fotográfus. 5 macska, egy kutya, számtalan aranyhal, a barátai és mindezeken túl rengeteg fénykép veszik körül. Mindegyik nagyon érdekes a maga módján, de mi most se a macskákat, se a kutyát, se a barátokat nem állítjuk ki itten, csak a fényképeket. Azoknak is egy kis hányadát, alig több mint 20-at. Így ebben a válogatásban Balla-Demeter képei még nem kaptak nyilvánosságot. A fotókiállítással most csak annyit szeretnénk, hogy mindazok, akik ismerik Demetert, jöjjenek el és fedezzenek fel maguknak új, eddig talán még nem látott képeket, és a képek által Demeter egy másik, eddig nem nagyon ismert arcát. Akiknek pedig nem mond semmit Magyarország egyik Kossuth díjas fényképművészének a neve, azok csökkenthetik szégyenérzésüket, ha eljönnek és megnézik, hogyan fényképez a 20. század magyar fényképművészetének egyik meghatározó alakja. A jelen kiállításban látható képek között akadnak ismert, sőt híresek, és olyanok is, amelyek többeknek bizonyára az újdonság erejével hatnak majd. Teszik ezt annak ellenére, hogy a szívműtéten átesett, kifelé látását lassan elvesztő, ám ugyanolyan mértékben a befelé látását megnyerő Balla-Demeter 8-10 éve már nem nagyon vesz fényképezőgépet a kezébe. Az igazi alkotások ugyanis nem, vagy csak nagyon áttételesen kötődnek a mához, az aktualitáshoz, mindegyikük kimondva vagy kimondatlanul, de az örökké valóságot célozza meg. És ki fog majd néhány évtized múlva emlékezni arra, hogy ma mi van itt, hogy néhány politikai kalandor éppen mit művel Magyarországon. Higgyék el, ezek az ő képei akkor is pont ennyit, vagy még többet fognak jelenteni az akkori nézőknek, ha még lesz szemük, ha még néznek. Balla-Demeter nem szeret adósa maradni senkinek. Csak a minap, hogy kapott tőlünk egy Kossuth díjat, mert azt ugye mi adjuk, még ha a ceremóniára oda küldjük magunk helyett a politikusainkat, akiket megint csak mi választunk, ugye, mindez kizárólag a mihez tartás véget. Szóval kapott tőlünk egy magasrangú művészeti elismerést, és most visszaadja nekünk kamatostul, a maga módján, albumaival, képeivel, kiállításával, mint most itt. Demeter fotográfusi életművével megmutatja, milyen az, ha egy ember komolyan gondolja a legfőbb emberi parancsot, azért élünk, hogy valami nyomot hagyjunk magunk mögött, hogy hozzátegyünk valamit ahhoz, amit ifjabb korunkban készen kaptunk, hála a nálunk hamarabb öregedetteknek. Nem jó öregnek lenni, gondolom én, de hát ha muszáj, akkor így, ballamódra, megbölcsülve, okosakat gondolva, szépeket érezve, és ezeket ilyen képekbe sűrítve, hát még valahogy kibírhatók.